Ferenc pápa szombaton kihirdette az irgalmasság rendkívüli szentévét, majd vasárnap a törökök által lemészárolt örmények emlékére mutatott be szentmisét a római Szent Péter bazilikában. Április 24-én lesz 100 év, hogy elkezdődött az örmény nép elleni török vérengzés. A történészek szerint 1915 és 17 között a törökök összesen 1,5 millió örmény gyilkoltak meg. A katolikus egyház fő homiliájában úgy fogalmazott, hogy a múlt században az emberiség három tömeges és példanélküli tragédiát élt meg. Az első, amelyet széles körben a 20. század első népírtásának tartanak, az örmény népet sújtotta. A másik két népírtásként a nácizmust és a sztálinizmust nevezte meg. Még mindig nem tanultuk meg, hogy a háború őrület hiába való mészárlás, a keresztényeknek jelenleg zajló népírtására utalva azt hangoztatta, hogy ezt is általános közön kísérítette hozzá a katolikus egyházfő. A misén örmény imádság és örmény zene is felcsendült. Húsvét második vasárnapján, amely az egyházban az Isten irgalmasság ünnepe, Ferenc pápa az egyház doktorává avatta Náreki Szent Gergely 10. században élt örmény szerzetest. Az egyházi ceremónián minden örmény keresztény közösség képviseltette magát, és jelen volt Szerzs Szárgasztyán örmény elnök is.